Isten hozott a gyermek liturgiára, már megint vasárnap van. Tegyük fel a gyertyáinkat, és ahogy szoktuk kezdeni, énekelni fogunk. Ég a gyertya, ég, hosszú lánggal ég, a szeretet a szívünkből ki ne aludjék. És lerakjuk a gyertyáinkat. És majd picit fogunk beszélni a szabályokról. Szóval kérem szépen, tegye fel az a kezét, aki szeret játszani játékokat. Igen, én is nagyon szeretem. És hogyha van egy új játék, mint például, mint amikor a édesapátok ezt kapta a karácsonyra, akkor mi volt az első dolog, amit csinált, mielőtt tudtátok játszani? Elolvasta a szabályokat. Igen, és ki írta azokat a szabályokat? Nem a Gyári, hanem ki írta? Aki csinálta a játékot. Igen, és szerintetek miért vannak szabályok, amik megmondják, hogy hogy kell játszani? Segít, hogy mindenki élvezze, ugye? Hogy tudjunk együtt játszani. És mi történik, ha valaki nem a szabályok szerint játszik? Nem válja meg a sorát, vagy kiszedi, amit nem kéne kiszedni. Az jó, azt szeretjük? Nem. Nem, ugye? Azt nem szeretjük, ha valaki nem követi a szabályt, az úgy elrontja az egész játékot, nem élvezzük. Ti mindig követitek a szabályokat? Igen. Hát, van amikor, ugye? Nem mindig. Na, most megnézzük, hogy mit tanul Piroska ma is a szabályokról. Ó, sziasztok! Ma valami nagyon jót tanultam iskolába, a tónaórán. Megmutathatom nektek! Jaj, jó, megpróbálok emlékezni arra, amit tanított nekem a tanárbácsi. Nekifutok, és akkor hopp! Ugrattam egyet! Hosszú ugrás! Na, visszamegyek, megpróbálom megint. Nekifutok, és hopp! Jaj, jól sikerült! Oh, itt jön a barátom, a Dani! Szia, Dani! Ó, oh, szia, Piroska! Hogy vagy? Ó, oh, sziasztok! Szia! Jaj, tudod, hogy mi? Majd olyan jó tónaórám volt! Sokat tanultam, de a kedvencem az a hosszú ugrás, messzi ugrás volt. Megmutathatom? Ó, igen, igen, mutasd meg, Piroska. Jó, úgy kell csinálni, hogy nekifutok, és hopp, ugrak egyen, látod? Ó, én is megpróbálom, jó? Jó, menjél, Dani. Nekifutok, és hopp. Ó, igen, igen, de elfelejtettem egy nagyon fontos részét mondani, hogy itt látod ezt a vonalat itt lent? Ezen nem szabad átlépni, jó? Szóval úgy kell ugrani, hogy nem lépsz át rajta. Ó, most már értem, na jó. És ezt te hogy tanultad, Piroska? Ó, a tanárom mutatta meg. Tudod, először elmondta a szabályokat, és aztán megmutatta. És így megtanultam, és akkor gyakoroltam, és megtanultam. Jaj, de jó, Piroska, hát tudod, ez engem is emlékeztet valamire. Valamire, amit a Jézus csinált. Há, tényleg? Ó, megint mondasz nekem, tanítasz nekem valamit? Igen. Tudod, egyszer Jézus egy szombaton bement a zsinagógába, és ott tanított. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Ez mit jelent pontosan, Dani, hogy nem úgy, mint az írástudók? Hát ez azt jelenti, hogy úgy mondta, hogy mit kell csinálni az életben, mintha ő írta volna a szabályokat, hogy kell élni az életünket. Nem csak tanulta, hogy mit kell csinálni, hanem ő írta volna. Hát igen, persze, mert hát a Jézus, ő az Isten is, hát persze, hogy ő tudta őket, és ő is írta őket. Igen, ezt most már értem. Igen, igen. És ezt nem csak mondta, hanem példát is mutatott, Piroska, ugye?
Igen, tudom, és erről olvasunk mindig így a Szentírásban, a Bibliában, ugye? Igen, Piroska. Azért olyan fontos, hogy olvassuk a Bibliát, hogy tanuljunk a Jézus életéről, és hogy ebből tanuljunk mi is, hogy hogy éljük a mi életünket. Jaj, de jó, én nagyon szeretem olvasni a Bibliát. Mit szólsz? Most elmegyünk, Tani, és elolvasunk belőle valamit? Jó, menjünk, Piroska. Sziasztok! Szia! Amint itt láttuk, a Piroska is azt tanulta, hogy milyen fontos olvasni a Bibliát és ismerni a Bibliát. Mert abban találjuk a Jézus életét és a példáját arra, hogy hogyan kéne nekünk is élni az életünket. Szóval most, ahelyett, hogy csinálunk egy kézművességet, most egy kicsit fogjuk a Bibliát nézni. Ilyen kis Biblia triviát csinálunk. Jó, majd felteszek egy pár kérdést, és így keresünk dolgokat a Bibliában. És otthon is meg tudják ezt majd csinálni, a végén felrakom majd az összes kérdést, és akkor le lehet ülni, és együtt, mint egy család, meg lehet keresni a különböző válaszokat. És akkor jövő héten majd felrakom a válaszokat, és meg lehet nézni, hogyha nem sikerült volna valami, hogy mi volt a válasz. Szóval kezdjük azzal az első kérdés. Ja, első kérdés előtt azt is mondjuk, hogy van például nagy Biblia, teljes Biblia, és akkor lehet csinálni kisebb gyerek bibliákkal is, te is mutasd meg a tiédet. Jó? Mert hasonlítanak, azért a fő, mesék és minden benne van a kisebbekben is. Mindig ami jó, könnyebb a gyerekeknek. Szóval az első kérdés az az, hogy hány fő része van a Bibliának? Kinyitod a Bibliádat, sokszor van az elején egy ilyen tartalomjegyzék, ami megmondja, hogy minden oldalon mit találhatsz. Bence megtalálta. Ó, az Emmi is megtalálta. És két... Ó, elrontottam, mi? Megválaszoltam. Na jó, két fő részre van választva. És hogy hívjuk azt a két részt? The Old Testament and the New Testament. Oké, okay, szóval igen, az Ószövetség és az Új Szövetség. Vagy Old Testament és New Testament. Látod, de tiédben is Old Testament, New Testament, ugye? És akkor következő kérdés akkor az az, hogyha egy nagy Bibliád van, akkor hogy hány könyvből áll a Biblia? És ezt most nem számoljuk meg együtt, de amint itt lehetne, ha nézitek az enyémet, nagyon sok van benne. Tehát számoljátok meg! És következő kérdés. Miről szól az Új Szövetség? Jézusról? Igen, ezt nem is kellett megnézned, mi? Igen. És akkor mi az első könyv a Bibliában? És amint szoktuk, befejezzük a gyermek liturgiát, egy imával. Szóval összerakjuk a kezünket, és akkor keresztet vettünk az Atyának, Fiúnak, Szentlélek nevében. Amen. Istenem, megtanítottad nekünk, hogy hogyan éljük az életünket. Segítsél nekünk követni Jézus példáját. Amen. Az Atyának, Fiúnak, Szentlélek nevében. Amen. Sok szerencsét a kereséssel, a triviával, és látunk jövő vasárnap. See ya! See ya! Bye-bye!